Üdvözöllek titeket! Az én nevem Csizmadia Horváth Tíma, és a Túlzó Lajos Általános Iskolában tanítok matematikát. A mai óránk téma a polinom rendezett alakja. A polinom rendezett, hogyha nincsenek benne hasonló monomok, tehát azokat ugye össze kell vonnunk. A polinomokat rendezhetjük úgy, hogy csökkenő fokszám szerint, illetve növekvő fokszám szerint. Mindjárt meg is nézzünk egy feladatot, egy példát. Tehát láthatjuk az alábbi polinomot. Azt is látjuk, hogy van benne két hasonló monom. Tehát ezt a kettőt akkor először összevonjuk, vagyis leírtuk ugye az x négyzetes tagot, majd összevontam az x-es tagokat, ugye plusz 2x, mínusz 5x, az mínusz 3x, és végül leírtam ugye a konstanst. Ez már rendezve is van, ugye csökkenő fokszám szerint, vagyis azt jelenti, azt is már az előzőekben megtanultuk, hogy egy monom fokszáma, ugye a változókban szereplő kitevőknek az összege, az alábbi monom fokszáma 2, ennek 1, és ebben mivel nincs változó, ennek a fokszáma 0. Csökkenő sorrendben láthatjuk a rendezést, és itt pedig növekvő sorrendben láthatjuk a rendezést. Hát mi általában úgy szeretjük rendezni, hogy csökkenő sorrendben, tehát mindig igyekezzünk előre tenni a legmagasabb fokszámot, és így tovább. Tehát így rendezzük, és az alábbi polinomot rendezzük csökkenő fokszám szerint. Az azt jelenti, hogy minden tagjának megnézzük a fokszámát, és az alapján akkor szépen sorba rendezzük. Ennek a fokszáma 3, tehát A-nak ugye 1-es a kitevője, B-nek 2, összeadtuk, így 3 lesz. A következőnek a fokszáma 2, a 8-as ugye az egy állandó, tehát nincs változós része, fokszáma 0, következő tag fokszáma 5-ös, ennek a kettőnek a fokszáma látható, hogy egyenlő lesz, illetve az 1 lesz, és végül az utolsó tag fokszáma 6-os lesz. Vagyis rendezve azt fogjuk kapni, hogy a 6-os fokszámú fog előre kerülni, utána megnézzük a következőt, az 5-ös, és így tovább. Vagyis itt látható az alábbi monom, ugye csökkenő fokszám szerint rendezve. Nézzük is meg az alábbi feladatokat. Először ugye rendezzük a monomot, tehát vonjuk össze, majd utána, ahogy mondtam, hogyha nincs is külön hasonlózva, mi csökkenő fokszám szerint fogjuk rendezni. Az első dolgunk az, hogy kiválasszuk azokat a monomokat, amik hasonlók, és azokat összevonjuk. Hát én most itten jelöltem ilyen kis karikázással azokat, amik hasonlók, és utána ugye gyorsan össze is vonom, tehát 7ab mínusz 2 ab-vel összevontuk, utána jött az as, a mínusz 2a és a plusz a, tehát mínusz 2 és ugye itt plusz 1, abból mínusz 1 lesz, b-s tagoknak plusz 5, mínusz 8, mínusz 3 az együtthatója, és végül van két számunk és konstansunk, plusz 3 és a mínusz 7-ből mínusz 4 lett. És most ugye, hogyha ezt még rendezem, akkor itten ez az egyenlőség jel ide nem kell, tehát ez már itt rendezve is van számunkra, tehát látható, hogy az elsőnél, tehát ez a fokszáma 2-es, és ennek a kettőnek 1-es, és így tovább. A B-nél ugyanezt végigcsináljuk, tehát először húzzuk alá, most nem karikázással, hanem aláhúzással jelöltem azokat, amik hasonlók, és azt vehetünk észre, hogy itt van egy plusz 7 és egy mínusz 7-es, ezek
ki is fognak esni, ugye az értékük, ha összeadjuk, nulla lesz. X négyzetes tagokat összevonom, múltkor megtanultuk, hogy ugye hasonlókat úgy vonunk össze, hogy csak az előttük lévő együtthatókat vonjuk össze. Tehát mínusz 7x négyzet és plusz 13x lesz. Én ismételtem, mint a múltkor is mondtam, mindenféleképp javaslom nektek, hogy valami módon jelöljétek színessel, vagy valami másféle aláhúzással az összevonáskor azokat, amik hasonlók, sokkal átláthatóbb lesz majd a feladat megoldásotok. Nézzük meg a következő feladatunkat. Tehát itt látható, hogy már szorzás is előkerül, vagyis először el kell végeznünk a szorzást, majd ugye el kell végeznünk az összevonást. Az elsőnél először elvégeztük ugye az első két monom szorzását, majd a második kettőt, és kaptuk a 8 AB-t, mínusz a 12 AB-t, összevonjuk őket, tehát a 8-ból 12-t, mínusz 4 AB lesz. Ha jól megnézitek ezeket a feladatokat, ugye az látható, hogy itt mindegyiknek majd a végeredménye egy darab monom lesz, tehát ez egy pici ismétlés ugye a múlt órai tananyagokból. Összeszorozzuk az első két monomot, mínusz 6x a harmadikon, tehát a szorzásnál megtanultuk együtthatókat, összeszorozzuk, és az azonos alapú hatványok kitevőit összeadjuk. Mínusz 5 szorozva mínusz 1-el, tudjuk, hogy itt 1-es szerepel, plusz 5 és 2 plusz 1, tehát x-eseknek a kitevőit összeadtam, x a harmadikon, két hasonló monomot kaptam, tehát ezeket összevonom, és mínusz 6 plusz 5 mínusz 1 lesz, tehát mínusz 1 x a harmadikon. Nagyon vigyázzatok, hogy az összeadást, összevonást és a szorzást ne keverjétek össze. Tehát amikor csak összevonjuk a monomokat, akkor a változós részt változatlanul írjuk le, nem kell a kitevőt bántani. C-nél összeszorozzuk megint az első két monomunkat, ugye mivel szorzás volt, a kitevőket össze kellett adni, és az alábbiaknál is ugye a kitevőt összeadtam, mínusz 21x a hetediken, és mínusz 20x a hetediken, mind a kettő negatív, összevonjuk, és mínusz 41x a hetediken lesz. És a D-nél is ugyanezt az elvet követve összeszorozzuk az első két monomot, 5-ször mínusz 2, mínusz 10 lesz. Itt már látható, hogy több változónk is van, tehát figyelünk itt ugye x a négyzeten, itt x az elsőn, kitevőket összeadjuk, x a harmadikon lesz, y az elsőn, y a másodikon, y a harmadikon lesz, és itt z-t nem látunk, de itt van egy z a harmadikon, tehát azt leírtam változatlanul. Következő két monom szorzása, mínusz 4-szer mínusz 3, az plusz 12, x elsőn van, x a másodikon, összeadtam a két kitevőt, x a harmadikon lesz, y másodikon, itt elsőn, ugyanaz lesz y a harmadikon, és z elsőn, z a másodikon, z a harmadikon. Összevonjuk őket, és kapjuk, hogy az 2, x a harmadikon, y a harmadikon, és z a harmadikon. A háromasnál az alábbi monomokat, illetve az igen, hát rendezni kell a polinomot, de látható, hogy itt már nem lesz mindegyik ugye hasonló, tehát először meg kell keresnünk azokat, amik hasonlók, majd ugye a csökkenő fokszám szerint rendezzük. Az elsőnél a 3AB és a 3AB hasonló, de azt látjuk, ugye, hogy az első helyre a mínusz 3A négyzetet írtam, annak a fokszáma a legnagyobb.
Utána jött a plusz hatabbi, igaz, hogy ennek is kettő a fokszáma, de hát így azért egy kicsit úgymond szebben néz ki a rendezés, és a végére írtam ugye a 4 B-t, aminek egyes a fokszáma. A B-nél először, mielőtt összekezdeném vonni a monomokat, látok benne egy szorzást. Tehát tudjuk, hogy az a legerősebb műveletünk, tehát először meg kell oldanom a szorzást, összeszoroztam, és most fogom megnézni, hogy mik azok, amik hasonlók. Ismét aláhúzással fogom ezt ugye megtenni, tehát látható, hogy aláhúztam különböző színnel azokat, amik hasonlók, majd elvégezzük az összevonást. Ugye X a harmadikonos együtthatókat, miután összevontam, mínusz 29 lett. Látható, hogy X négyzetesből nem volt másik, de viszont ugye a sorba rendezésnél az következik, annak kettő a fokszáma, és az X-es tagokat összevontam, az került utoljára, mert a fokszáma 1. C-nél ugyanezt az elvet követve, először mindenféleképp a szorzást kell megoldanom. Megcsináltuk a szorzásokat, tehát külön összeszoroztam ugye ezt a két monomot, majd ezt a kettőt, és végül ugye ezt a kettőt, és itt is aláhúzással jelölöm azt, ami hasonló. És azt is látható, hogy már úgy szoroztam össze, hogy sorba is raktam a változókat. Tehát itt például ugye nem olyan sorrendben állnak a betűk, mint ennél az elsőnél, de azért a jobb láthatóság érdekében én nektek javaslom, hogy mindig valamilyen elvet kövessetek, és rakjátok sorba a változókat. Azt a kettőt összevonjuk, amik hasonlók, és ugye megkapjuk a végeredményünket. Ennek látható, hogy a fokszáma ugye 3. És nézzük a D-t, tehát itt már látjuk, hogy kicsit komplikáltabb szorzások is előkerülnek. Az elsőnél az egyharmadot kell szoroznom 3-assal, tehát azok a 3-asokat egyszerűsödni fognak. Itt a másodiknál az 1/2-et kell szoroznom a 0,4-gel, és hát a jobb láthatóság érdekében, megérthetőség érdekében egy pici mellékszámítást itt elvégeztem, vagyis átalakítottam az 1/2-et, ugye 0,5-é, tehát tizedesé, összeszoroztam a kettőt, és 0,2-t kaptam, és még át is alakítottam az 1/5-öd, a mínusz, illetve a mínusz 2/5-öt tizedesé. Nézzük meg, hogy mi lesz ennek akkor a megoldás, hogyha minden szorzást itt elvégzünk, és azt is megláthatjuk, hogy látunk két ellentétes monomot, ezeket akkor ki is fogom húzni rögtön, illetve miután ugye itten kiszíneztem azokat, amik hasonlók voltak. Tehát ezek kiestek, és már csak a két hasonlót kell összevonnom, és lesz ennek a végeredménye a mínusz 0,8 x y. Az alábbi feladatnál adott egy polinom, elég komplikált, és ki kell számítani a helyettesítési értékét, ha megvan adva az elsőnél a mínusz 2. Nézzük akkor meg most a táblánál, kiszámoljuk ezt. Tehát ide már az elsőt én föl is írtam, és hát egyértelmű, hogy nem fogom rögtön helyettesíteni. Tehát, hogyha én most behelyettesítem a mínusz 2-t, itt elég komplikált dolgokat kapok. Amikor ilyen feladatot kapunk, hogy helyettesítsünk, akkor mindig igyekezzünk a legegyszerűbb alakra hozni a polinomunkat, és majd csak utána helyettesíteni az adott értéken. Tehát megnézem, hogy mit tudok itt csinálni. Összeszorzom először is ugye az első kettőt,
plusz 3, a az ötödiken lesz, tehát mínusz 3 szorozva ugye a mínusz 1-jel. Az alábbiakban van egy zárójelem, és abban is ugye van több műveletem. Elvégzem itt a műveletet, a szorzásokat külön-külön. Ez lesz a 8a az ötödiken, és a mínusz 15a az ötödiken. És itt is elvégzem a szorzást, tehát ez mínusz 12a az ötödiken lesz. Megnézem, hogy most mit tudok csinálni. Hát először is a zárójelet fogom megoldani. Ugye, ha zárójelet látunk, akkor mindenféleképp ugye az a legerősebb műveletünk. Ezt lemásolom, mínusz, és a zárójelben hasonló monomokat látok, tehát azokat össze tudom vonni. Mínusz 7 az ötödiken lesz, ugye plusz 8, mínusz 15. És mínusz 12a az ötödiken. Majd a zárójelet feloldom, mínusz van előtte, tehát változni fog a benne szereplő monom előjele. Tehát plusz 7a az ötödiken, és mínusz 12a az ötödiken. Megnézzük a pluszosokat, összeadom, tehát plusz 10a az ötödiken, mínusz 12a az ötödiken, és látom, hogy hát itt megint ezek ugye hasonlók, tehát mínusz 2a az ötödikent kapok, és már csak ebben az egyszerű monomban kell behelyettesítenem a mínusz 2-t. Tehát mínusz 2 szorozva, mínusz 2 az ötödiken, elvégzem a hatványozást, mínusz 2 szorozva, és ugye mínusz 2, tehát negatív szám, páratlan kitevőn negatív lesz, és ugye ha 2-t ötödikre emelem, 2-ször 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 2, az 32 lesz, és ha összeszorzom, plusz 64-et kapok. Nézzük meg a B részét. Hát látható, hogy ez egy picivel azért egyszerűbb. Mindenféleképp először a zárójelben kell megoldanom ugye az összevonásokat. Tehát ez itt lesz 8 mínusz 6, vagyis 2a szorozva a mínusz 4a-val. Két monomot szorzok, ez mínusz 8a a négyzeten lesz, ugye a-t szoroztam a-val, kitevőket összeadtam. Most fogom behelyettesíteni az adott értéket, tehát ez mínusz 8-szor, mínusz 3 negyed a négyzeten. Elvégzem a hatványozást, tehát mínusz 8-szor, mínusz a négyzeten, az pozitív lesz, 3 a négyzeten 9 és 16. Vagyis látom, hogy két számot kell szoroznom, 8-as alá, esetleg a jobb megértés érdekében az 1-est odaírhatom, és lehet egyszerűsítenünk a 8-ast és a 16-ost 8-al, 8-ban egyszer, 16-ban kétszer. Elvégezzük a szorzást, mínusz lesz az előjelünk, nagyon figyelünk az előjelekre, egyszer 9, 9, és egyszer 2, 2. Látható, hogy ez egy áltört, felírható vegyes szám alakjában, mínusz 9-ben a 2 megvan 4-szer, és az 1 ketted lesz a tört rész, tehát mínusz 4,1 kettedet kaptunk. Ennek a feladatnak van egy C része is. Én javaslom nektek, hogy ezt otthon csináljátok meg egyedül. Itt most azért gyorsan csak
itt vannak a megoldások. Hát ezt csak egy pillanatra itt megmutatom, hogy a végeredmény mínusz 6, tehát ennyit kell, hogy kapjatok. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, remélem, hogy a mai óra érthető volt, és minden jót kívánok nektek a továbbiakban.